A rendelkezésre álló adatok alapján egy tehergépjármű és kis teherautó ütközött össze Szolnok belterületén, a négyes számú főút 101-es kilométer szelvényében a Szent István hídon. A rendelkezésre álló adatok alapján egy tószagi lakos közlekedett tehergépjárművel Budapest irányából Debrecen felé, amikor a négyes számú főút 101-es kilométer szelvényében eddig tisztázatlan körülmények között áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol összeütközött a szemből érkező jármű szerelvénnyel. A baleset során a 45 éves tószagi lakos olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit a Szolnoki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretén belül vizsgálja. A baleset következtében a kis teherautó sofőrje olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott. Összeütközött egy étolajat szállító nyerges vontató, valamint egy rakomány nélküli furgon Szolnokon, a négyes számú főút szolnoki elkerülő szakaszán. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik a furgonban egy ember találtak, akik önerőből nem tudott kiszállni. Őt a tűzoltók emelték ki a roncsból, de sajnos az életén már nem lehetett segíteni. A tűzoltók ezt követően a furgont áramtalanították, a kamion feszültség mentesítésére nem volt szükség, mert azt a jármű szerelvény vezetője a tűzoltók kiérkezése előtt megtette. A rendőrök teljes útlezárás mellett végezték el a baleset helyszínelését. A forgalmat a Kertész utca és Tószegi út irányába terelték.